Medence, minitó a teknősöknek, pálmafa és szemtalan virág. Ezt a kertet találták a legszebbnek a szavazók egy évvel ezelőtt a déli városrészben. Az akkori győztes Túriani kertjének szépítésével több mint tíz éve foglalkozik, és csak nem 40 különböző növény található udvarán. A város részben élők idén ismét versenybe szállnak. Tavaly évben fele, -fele arányban volt a, a pályázók vagy a felhívásra jelentkezők aránya. Természetesen ez a szélsőséges időjárás minden kertet megtépázott, de már érkeznek be a pályázatok, és már az UFI Facebook oldalán lehet látni őket. Különböző színekben pompázó petúniák, kerti törpék és eltérő mintákban elhelyezett kavicsok. Ez a kert is indul idén a megmérettetése. Tulajdonosa két évet csinosítgatja házának környezetét, ám eddig versenyen nem vett részt vele. Ez körülbelül olyan 200 négyzetméter, és főleg a dizájnkertészettel neveztem, mert kavicsmániás vagyok egy kicsit. De viszont közel 50 féle növény van a kertbe Próbáltam minél többet, minél látványosabb, színesebb legyen. A, ami, ami nagy kedvencem van, veteményes kertem is egy nagyon pici háromtő paradicsomból áll, ami nagy kedvencem az a, a, a sziklakertes, kavicsos, pampafüves rész. A város részben élők támogatása rendszeres és többrétű. A környezet szépítő tevékenységet a déli város rész legszebb virágos kertje és veteményesebb pályázat mellett rendszeres virágosztással támogatja a város. Az Újvárosi Fejlesztési Iroda szakmai programjában ö, szerepel a környezetszépítés. Ennek keretében ugye kis önkéntes csapatokkal dolgozunk, és a virágokat is ö, adtuk nekik volt, aki ugye igényelte, és említettem a szélsőséges időjárást, ugye most kevesebbet tudtunk ö, szétosztani, illetőleg csatlakozott a programhoz a város ö, másik programja, ahol pedig ö, veteményeket, jobban mondva ilyen magukat osztottak, és majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. A nevezés menet nem változott. Előzetes egyeztetés után a szervezet munkatársai fényképeket készítenek a versenyben résztvevő kertekről, melyekre az újvárosi fejlesztési iroda Facebook oldalán szavazhat a szolnoki közönség. A szervezők ez alkalommal is értékes nyereményekkel készülnek a győzteseknek. A pályázat augusztus 10-én zárul.